Retro Fesztivál Csordás Tibivel. Ugye most a fresh lányokat halljuk, melyik a kedvenc slágered tőlük? Ez, ami most szól. De csak azért, mert ez szól most? Nem, egyébként, hát konkrétan mondjuk nem az ő daluk, de ezt a dalt speciál szeretem. Na, ugye retro, mindenkitől megkérdeztem eddig, hogy mi volt az első kazettája, neked mi volt? Ezzel megfogtál, mert az én szüleim azok ilyen elég nagy, egyrészt zenészek is, másrészt meg ilyen nagy zenegyűjtők voltak, úgyhogy nekünk nagyon sok volt, de hát azért, ugye én 71-ben születtem, csak hogy tisztázzuk, hogy most milyen előadókat fogok mondani, hogy nem a Lady Gaga lesz az első kazettám, hanem ilyenekre emlékszem magyarok közül, mondjuk, mint az LGT, a Komár Laci, Neoton, Hungária, meg ezek a tipikusak. Külföldiből szerintem az Iron Maidennek a dupla koncertlemeze volt az első. És milyen volt az, vagy mostanában milyen az, amikor te bulizol, amikor úgy Isten igazából belecsapsz a buliba? Akkor másnap nem emlékszek rá. És mit szoktál inni, ha iszol? Hát gyakorlatilag mára már eljutottam arra a pontra, hogy a vodkán kívül mindent meg tudok inni. És a vodkával mi a problémád? Azt, hogy egyszer fiatalkoromban nagyon berúgtam tőle, úgyhogy rosszul lettem, és azóta így undorodok tőle. De szerintem ilyen mindenkinek van ilyen itala. Neked mi? Nagyon jó kérdés, talán a tekilát tudnám. Ugye, hogy van. Van olyan, igen, sajnos, na mindegy. Neked mi volt, ami nagyon sokat jelentett akkor és most miben változott a fellépéseket tekintve? Ez azért érdekes, mert szerintem annyi minden változik ebbe az egész zeneiparba, de speciál az, hogy miért mész el fellépni, az a része pont nem. Soha nem úgy mentem el otthonra, hogy megnéztem, hogy a hétvégén mennyi pénzt fogok keresni, vagy hogy ez mire elég, vagy mire nem. Nekem én a mai napig úgy vagyok vele, hogy én szeretem a zenét, ehhez értek a legjobban, és ezt szeretem a legjobban csinálni, nem is akarok soha mást. És én mindig azért mentem el otthonról fellépni, hogy ilyen közönség és ennyi ember lássa. Én nekem ez a visszacsatolás az, ami boldogát tesz. Természetesen hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy a pénz nem befolyásol, hiszen a boltba, ha elmegyek, akkor nem, ha az Angelinának a refrényét elénekelem, azért nem nagyon szoktam kapni semmit, hanem pénzért kapunk természetesen, de engem még mindig nem ez a része motivál, hanem az az élmény, amit az emberek, az a szeretet, amit kapok folyamatosan. És lesz még ilyen, vagy legalábbis ehhez hasonló nagyszabású koncert? Én azt gondolom, hogy igen, lesz. Már múltkor is beszélgettünk erről, hogy hál' Istennek azt tapasztalom, hogy a drága jó tehetségkutatókból most már egyre inkább kezd elege lenni a közönségnek is, akik gyakorlatilag az arcukba kapják non-stop ezt a dolgot, és egyébként hozzáteszem, hogy talán lehet, hogy pont ez teperte ki nekünk azt, hogy ilyen mértékű igény legyen, hogy látod, itt vagyunk a Balatonparton, és ennyi ember itt van, és ennyire jó fejek, és már a múltkor ugyanez volt, tehát szerintem ez nagyon jó. Ugye a nyár végén vagyunk lassan, mi a terved még így erre a kis időszakra? Ugyanaz, ami eddig, nyomom a bulikat, mellette készülök, most több saját dalom is van, de részben másokkal készítettem, részben egyedül. Most azt szeretném, hogyha vége van ennek a nagyobb hajtásnak, akkor ezeket a dalokat eljutatni a megfelelő helyre, hogy kezdjék végre élni a saját életüket, hogy jövőre is itt lehessek. Sziasztok, én Csordás Tibor vagyok, és kattintsatok ti is a bulistar.hu-ra. Peace!